Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy kis Titanfall, szeretnék veletek beszélgetni kicsit a burn kártyákról, kikérni a ti véleményeteket is, hogy hogy látjátok ezt a burn kártya dolgot, mert hát valaki rám írt Facebookon, egy illető, aki szintén Titanfallozik, és megosztjuk ugye a véleménycseréket, kinek hogy megy a játék, egy kis péniszméregetés, benne van a dologba, és ugye beszélgetünk a témákról, és ő mindig mondja, hogy ő nem szokta használni a burn kártyákat, mert úgy egy kicsit olyan, mint kodba a perkek, nem jók semmire. És ebben én mondtam, hogy azért pont itt legalább valami olyasmit kitaláltak, amik tényleg hasznosak. Ugye gondolok itt például egy radarra, ami, vagyis egy ilyen Sonic Pulse-ra, diszkófényekre, ahogy átlátsz a falokon, gyorsabb futás, hosszabban tartó láthatatlanság, a titánodnak például van már előre töltött különleges képessége megvan, és stb. Stb. Szóval úgy gondolom, hogy azért a burn kártyák hasznos dolgok. Nos, de még mielőtt arra rátérnek, egy kicsit dicsekszem, a gameplay nagyon jóra sikeredett egyébként, és hát majdnem flow lesz, tehát majdnem nem haltam meg, aztán rám tört a szuper katona érzés, és úgy gondoltam, hogy én igen át tudok futni egy titán lába között, és nem tudsz átfutni a titánok lába között, pedig úgy voltam vele, hogy anyád, ez sikerül a videóban, milyen jól fog mutatni, de jó lesz, és nem, tényleg nem sikerült, tehát ne. A titánok között, vagy ne akarj átfutni a lábuk között, és egy ilyen bizonytalan lépésnek hála tulajdonképpen sikerült egyet hallom, de amúgy egy élvezetes játék volt. Volt az a pillanat, amikor úgy voltam vele, hogy kiszedtek a titánból, újra gyorsan titánba, nem akarok meghalni, tehát ilyen érzésem volt az egész játékban. És tényleg az egy lényeges momentum, hogyha kihámoznak a titánodból valami oknál fogva, akkor nagyon gyorsan jó, hogyha visszakerülsz a titánodba, és... Most igazán tapasztaltam meg én a rakétavetőnek a hasznát, én annyira eddig nem használtam, szóval a rakétavető mint olyan, nagyon, ugye sok nagyot sebez a titánon, de hát kb. Golyonként sebez olyan, tehát rakétáként sebez olyan 20 másodpercet, hogy úgy mondjam, és 20 másodpercenként rövidíti meg a titánod építési idejét, úgyhogy, és ezen a pályán ezt nagyon jól sikerült megvalósítani, amint kikerültem a titánból, azonnal szinte összeszedtem a másikat, és majd a másikat, aztán valahogy egyszer meghaltam, de az nem számít, és alapvetően így kell gondolkodni, úgy gondolom a Titanfall-ban, hogy az ember minél gyorsabban igyekezzen titánba lenni, de ha látja, hogy az ellenfél nyerésben áll, több titánja van a pályán, akkor azért megvárni a csapattársakat is, hogy egyszerre hívjátok be azokat a titánokat és domináljátok, de erről már beszéltem egy videóban. Nos, rátérve a burn kártyákra egy kicsit, ugye hasznosak-e, nem hasznosak-e, azt én úgy gondolom, hogy az ezzel nem vitatkozunk, tehát legalábbis vitatkozhatok, nekem mindegy. Úgy gondolom, hogy ez a burn kártyák végre, tehát egy olyan perk dolog, féleség, ami hasznos, tehát hogy mondjam, fizikai haszna van, mert hogy jobban látsz tőlük, láthatatlan leszel tőlük, a titánot különböző előnyökhöz, vagy éppen te jutsz különböző előnyhöz azzal, hogy egy titánt hívsz be, és úgy indítod a játékot, hogy van azért egy laza 5 killstreaket helyből, és azért az sokat számít, szóval nem biztos, hogy 10-1-es statot tudtam volna csinálni, hogyha nem így indítottam volna a játékot, bár volt már rá például, mindegy. A lényeg az, hogy nem biztos, hogy így alakult volna. Szóval mindenképpen hasznos tud lenni egy burn kártya. Ugye mikor érdemes a burn kártyákat használni? Ő azt mondta, hogy ő szerinte, tehát a burn kártyákat akkor érdemes használni, hogyha az ember jó csapattal van, és akkor megvan az igazi haszna a burn kártyáknak, de általában vele sose esik meg, így aztán nem használja el a burn kártyákat. Én bevallom őszintén, nagyon sokszor elfelejtem, de viszont amire egyre jobban rááll a kezem és a gondolataim, ugye itt inkább csendben akartam ölni, hogy ne vegyenek észre, amire egyre inkább rááll a szemem és a gondolatom az, hogy az első, rögtön első a játék kezdetén burn kártyát elhasználjam, és egyben az éppen legjobb burn kártyát berakom és elhasználom. És az én taktikám az többnyire annyi, hogy első burn kártyának valami erőset, következő burn kártyának valamilyen közepeset, mit tudom én, dupla XP vagy bármi ilyesmi, harmadik burn kártyának pedig egy titán burn kártyát, ami a titánomat segít, aztán a játék eldönti, melyiket mikor
fogom használni, melyikre mikor van szükség. Szóval azt úgy érdemes kigondolni, és a bőrkártyák emiatt egy ilyen extra ízt, fűszert adnak az egész játéknak, hogyha jól használod el a megfelelő kártyát a megfelelő időben, akkor úgy gondolom, tehát nem úgy gondolom, tehát ez egy látható dolog, tehát magát a játékodat olyan szinten segíti elő, hogy akkor is végezhetsz az első helyeken, és nem kell aggódnod amiatt, hogy nem ment ez a játék. Tehát a bőrkártya egy jó segítség és egy jó dolog. Kevésbé érzik azt ugye azok, akiknek sikerül mindig a prósta, tehát egyszer halnak, vagy nem is halnak, azért általában ezt is elő lehet adni. De akiknek ugye nem sikerül a prósta, azok nagyon jól és effektíven ki tudják használni a bőrkártyákat, úgyhogy érdemes megfontolni, hogy jusson eszetekbe azt, hogy elsőnek használjátok ki azt a burnkártyát, jusson eszetekbe azt, hogy gondoljatok arra, hogy legyen egy erős burnkártya, legyen egy olyan burnkártya, ami a játék közepén kihúz egy dupla XP-vel, egy botokat lelövöd, kapsz extra XP-t, hogy épüljön a titánod, és legyen egy burnkártya, ami éppen mondjuk titán építésnél kell. Aztán, hogy most a játékot hogy fog alakulni, mert lehet, hogy végig fel sem kell használni, de lehet, hogy végig felhasználod mind a hármat, de mindenképp jusson eszedbe az a bizonyos három. Itt volt, hogy azért féltettem egy kicsit az életem, és nem tudtam, hogy mi az Isten csinálják, és köszönöm szépen. Igazából nem is értem, hogy mit gondoltam ennél a pontnál, szóval kicsit rossz volt, de utána már itt például ugye már csak azon járt a fejem, hogy azon a titán kell szerezzek, mert egyrészt nem kellett sok idő, hogy megépüljön, és ezt nézzétek, bim, 20 másodperc lement, és azért a rakétavetőnek ez a haszna, lassú, de masszívat sebez. Bár még mindig jobban kedverem a másik, az aknavetőt, meg azt, amelyik sorozza a mini rakétákat, azt a kis mini rakéta kilövőt, hogy úgy mondjam. Nos, nagyjából ennyi lett volna, még egyszer mondom, ha meghaltok, használd el a bőrkártyát, úgy gondolom, hogy végre egy tényleg hasznos dolog tud lenni, és egy extra ízt ad a játéknak, és segít abban, hogyha netán nem mentne jól éppen az adott játék, akkor mégis bevégezd egy jó helyen, összeszed azokat a pontokat, úgyhogy érdemes. És ha úgy érzed, hogy van olyan bőrkártya, ami kifejezetten rád illik és neked nagy segítség, akkor szépen menj el a főmenüben ugye a Challenges menüpont alá, és csekkold le, hogy melyik challenge milyen bőrkártyát ad, és mit kell adni. Ugye a ritkábbakat azért nehezebb lesz megcsinálni. Például ott van a Spectre bőrkártya, tehát elhasználod, és akkor egy ilyen bot camouflage-t kapsz, és ugye nem törődnek veled a pilóták a pályán, szóval így akkor lőnek le éppen, hogyha az útjukba keresztül, de akkor ott a surprise, ugye ott a meglepetés, hogy te lövöd le őket, mert hát bottól nem számítanak el különösebb akciót, és az például egy nagyon jó kártya, tehát felér egy olyannal, mint hogy egy titánnal indítanád az egész játékot, mert simán összeszedhetsz magadnak egy 5-6 killstreaket. Szóval érdemes megfontolni a bőrkártyákat, nem szabad elfelejteni, úgy gondolom, mert hasznos dolgok. Nos, ennyi lett volna egy röviden, csak hogy egy kicsit jobban figyeljetek erre, hogy a gyors fordítás után csinálják egy ilyen kiegészítő kis videót is. Remélem élveztétek a játékmenetet. Úgy érzem, hogy ebből a szempontból ez a játék egy kicsit olyan dominatívra sikeredett ebből a szempontból, tehát titánból titánba mentem, mondhatjátok, hogy a fair play része nem éppen az volt, hogy szemtől szembe lőttem le az emberkéket, de azért lesznek ilyen nem fair play játékos is, ahol az ellenfélnek meg is volt az esélye, szóval jó játék volt, élveztem, és azért volt jó játék, mert úgy sikerültek a lépések, ahogyan el lettek tervezés, ahogy lenniük kellett. Nos, köszönöm a figyelmet, Necrocrine voltam, sziasztok!